Jó estét, Magyarország! Jó estét, mindenki! Köszöntöm az itt megjelenteket. A 2011. december 10-e óta éhségsztrájkolók nevében. Tudom, hogy akik itt megjelentek, tudják, miért kezdtük el az éhségsztrájkot, mi a közmédia dolgozói kiegészülve most már civilekkel is. Azért éhségsztrájkoltunk, hogy lemossuk azt a gyalázatot, amit a közmédia dolgozóinak becsületén és az ország becsületén ejtettek azok, akik nap mint nap hamisítják a híreket, manipulálnak, és mindez büntetlenül teszik, és másokra próbálják ráhúzni a vizes lepedőt azokra, akik legalul állnak, hiszen mindig a kisember az, aki megszenvedi ezeket az igazságtalanságokat, törvénysértéseket. A televíziósok és filmkészítők független szakszervezete mindent megtett, hogy a magyar köztársaságban, amíg még van, a rendelkezésre álló jogi eszközökkel, mint szakszervezet tiltakozzon, vizsgálatot kérjen, követeljen. Mind a mai napig a közmédiumok fura uraitól semmilyen választ nem kaptunk. A közmédium két televíziója, a Duna Televízió és az MTV hírműsora, az éhségsztrájk 5. napján számolt be először arról egyáltalán, hogy van Lomnici ügy, hogy megtörténhet egy országban, hogy kitakarnak egy volt közéleti vezetőt, és utána össze-vissza hazudoznak, mint az 50-es, 60-as években előbb születik meg az ítélet, mielőtt megkezdődik egyáltalán a tárgyalás. Erre mondtuk azt, hogy elég volt, nem tűrjük. Nem tűrjük, hogy becsapják a közvéleményt, hogy eltorzítsák a valóságot, hogy politikai és egyéb indokok miatt hazudjanak önöknek. Mi a közszolgálatnak felesküdött, eskü nélküli szolgái, újságírók, műszaki emberek, technikusok, hangmérnökök, vágók, minden nap megpróbáljuk a tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy önökhöz eljuthassanak az információk. Nem azok az emberek a vétkesek, akiknek az anyagait meghamisítják felső parancsra, hanem azok a bűnösök, akik büntetlenül manipulálhatnak hírekkel, és egy nappal később, miután lelepleződnek, hírfőszerkesztők lesznek. Majd miután jól végezték dolgukat, még egy főszerkesztőséget is hozzájuk csapnak, hogy aztán immár néhány hónapon belül a második csoportos létszámcsökkentésben ők mondják meg, ki az a közszolgálati szakember, aki alkalmas, aki itt maradhat, manipulálók, csalók, mondják meg, hogy kinek kell az utcára mennie. Elfogadhatatlan, nem tűrjük! Nem tűrjük, hogy a jogállamiságot lábbal tiporják, hogy Magyarország, most már egész Európa, sőt a nemzetközi sajtó beszámolói után az egész világ szégyenévé vált, hogy ilyen megtörténhet, és ezek után nem a gyors felelősségre vonás következik, hanem lejárató kampány indul azok ellen, akik éheznek, akik saját egészségüket kockáztatják azért, hogy utolsó jajkiáltásként történjen valami. Elfogadhatatlan, nem tűrjük!
Itt van mellettem Szávó Jaranka, aki hozzám hasonlóan a televíziósok és fénykészítők független szakszervezetek alelnöke, és akivel ketten kezdtük először december 10-én ezt az éjségsztrájkot, és talán egy-két mondatot ő is hozzátok szólhat, hogy mi vesz rá, minek kell megtörténnie annak, hogy egy kisgyermekes anya úgy döntsön, hogy éjségsztrájkol, hogy kiáll az igazságtalanságok ellen, és megpróbálja kétségbe esett módon felhívni arra a figyelmet, hogy ez így nem mehet tovább. Jó estét kívánok mindenkinek! Azt hiszem, hogy ezekről az okokról én nem tudnék elérzékenyülés nélkül beszélni, illetve Balázs már mindent elmondott. Én azt szeretném megköszönni, hogy sokan csatlakoztak hozzánk, hogy mellénk álltak, mert egyrészt nem gondoltam volna soha, hogy egyszer éjségsztrájkolni fogok, másrészt azt sem, hogy ennyi ideig kell ezt így csinálni. Hát, köszönjük szépen! Most itt a köszöneteknek van itt az ideje részemről, akkor megköszönöm Duna televíziós kollégáimnak, Patakfalvi Sándornak, Virág Péternek és Kembe Szorelnek, hogy csatlakoztak hozzánk, kitartottak. Nem tudtak minket Balázssal ketten éjségsztrájkolni, mégis csak van szakmai összefogás. És köszönöm szépen azoknak a civil támogatóknak is, akik nap mint nap jönnek hozzánk és gondoskodnak rólunk. És remélem, hogy nem sokára már nem kell jönniük hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Szorel. Bevallom őszintén, én is életemben először csinálok ilyen éjségsztrájkot, de megvan a magam oka és a magam indoka. Túl azon, hogy engem is elbocsájtottak a Duna Televízióval, ahol 3 évig voltam műsorvezető, különféle kulturális műsorokban. Mélységesen egyetértek azzal a felháborodással, amit Balázs és Aranka kezdeményezett, illetve ami ellen ők felháborodtak, mert ugyanazokat éltem meg én is, és bár nem hírterületen dolgoztam, hanem kulturális területen, ugyanúgy voltak kötelező megjelenések különféle kulturális eseményeken, ugyanúgy el kellett menni néhány helyre, ahova nem terveztük az elmenetelt, de aztán megkaptuk a parancsot rá. Úgyhogy azt gondolom, hogy pontosan ugyanabban a cipőben járunk, mind kultúra, mind hírterület, mert ugyanaz a nagy családnak a tagja, a közmédium tagja, és azt köszönöm szépen én is mindenkinek, és hát hatalmas meglepetés, hogy ennyi ember előtt még nem álltam, nem beszéltem, úgyhogy ennyi. Most nem vagyok egy kislány, de én inkább abba hagyom. Elhangzott itt, hogy a közszolgálat munkatársai kezdték ezt az éjségsztrájkot, csatlakoztak hozzánk civilek különféle mozgalmaktól, így a szolidaritástól, az 1 millió a demokráciáért egyesülettől, Egyasszai Sándor barátom itt van. Vannak éjségsztrájkolók, akik ezekben a pillanatokban is Óbudán a Kunigunda útja 64 MTVA székháza előtt éjségsztrájkolnak. Felháborító gyalázat, hogy még mindig éjségsztrájkolni kell azért, hogy a bűnösöket felelősségre vonják, hogy eltávolítsák a közmédiából a hírmanipulátorokat, a csalókat, a kitakarókat. És persze mindannyian tudjuk, hogy itt nem ér véget a dolog, hiszen nem sokára megszűnik az egyik frekvencián az egyik rádió műsorai. Mindannyian tudjuk, hogy a klubrádióról van szó, senki nem hiszi el azokat az indokokat, amelyekkel azt mondták, hogy nem ők kapták meg a frekvenciát, hanem egy idén alakult 1 millió forint ösztökélyi másik cég. Ma a klubrádió hallgat el, vagy nem ma, hanem néhány héten, hónapokon belül, aztán ma hallottuk, hogy a
az Index tudósítói nem kívánatosak a parlamentben. Minden demokrata politikai meggyőződésétől függetlenül nemet kell, hogy kiáltson akkor, amikor bármelyik hatalom bármire hivatkozva megpróbálja elhallgattatni a neki nem tetsző médiát, megpróbálja megfélemlíteni, terrorizálni az újságírókat, megpróbálja saját céljára felhasználni a rendelkezésre álló összes eszközt. Nem hagyjuk, nem tűrjük. Nagyon fontos, hogy tiltakozzunk. Nagyon fontos, hogy nemet mondjunk. És nagyon fontos, hogy szolidaritást biztosítsunk egymás számára, hogyha holnap megtörténik mással, érezze, hogy mellette is ott vagyunk. Akkor is esetleg, ha nem értünk velük egyet. Ha holnap egy másik kormány, egy másik színezetű médiumot akar elhallgattatni, akkor is azt fogjuk mondani, hogy nem hagyjuk. Sokat mondtam, megismétlem. Nincs jogállamiság valódi demokrácia nélkül. Nincs demokrácia valódi sajtószabadság nélkül. Azért vagyunk itt, hogy ezt együtt hangosan mondjuk, nem hagyjuk. Hangosabban, mert nem hallják oda bent. Nem messze van a Revicz utca, a média tanács központja. Hallják ők is? Nem hagyjuk! És most engedjék meg, hogy csak röviden elmondom, hogy ki fog felszólalni ma, ha nem téveztek itt a sorrendben, mindjárt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének képviseletében szólal meg, majd követi Vásárhelyi Mária a Nyilvánosság Klubtól. Majd Udvarhelyi Rudolf, Galkó Balázs, Tamás Gáspár Miklós, Becker Iván, és még van, de már én nem látom a sötétben, hogy ki fog még felszólalni. Közben köszöntjünk egy újabb éhségsztrájkolót, Ambrúziót, jelezve, hogy a fiatalok is velünk vannak. És soktak nekem, de már találkoztunk, Grecsó Krisztián is itt lesz, és a minket támogató társadalmi szervezetek részéről Hónya Péter és Árok Kornél is majd megszólalik. Akkor most átadnám a szót a Magyar Újságírók Szövetségének képviselőinek.